Városunk válogatott utánpótlás birkozója Zsemberi Herman, aki az elmúlt néhány évben jelentős sportsikereket ért el. Élete azonban most jelentősen megváltozott, ugyanis bár továbbra is kalocsai színekben fog versenyezni, a felkészülést azonban már másik szervezetnél új helyen folytatja. Nehéz szívvel engedtem el tulajdonképpen, mert ő volt a csapat üző embereit Kalocsán. Igen, sokat dolgoztam vele együtt, és azért nagy szívfájóval engedtem el őt, mert nagyon hozzám nőtt, és de a fejlődési szempontjából neki úgy látom, hogy fönn van a jövője nagyobb csapatoknál. Most egyelőre a Vasashoz küldtük föl, viszont megvan hívva, tehát neki volt egy meghívása az akadémiára is, tehát most pontosan nem tudjuk, hogy most melyik részlegbe fog ő helyezkedni, de bízunk benne, hogy a legjobbat fogjuk tudni neki választani. Hamzok József hozzátette, a legfontosabb cél, hogy a fiatal birkózó tehetség iskolai és sport fejlődését, előre haladását is egyaránt a megfelelő módon tudják segíteni a jövőben. Az ifjú kalocsai versenyzőnek azonban nem lesz könnyű dolga új helyén. Én az én időmről beszélnék, ott nem volt ilyen probléma, mert ott voltak a harmadik, egyedik emberek is, akik tulajdonképpen segítették az első embereknek a munkájukat. Itt most már nem mondhatnám el, hogy itt van harmadik, egyedik ember, itt max. Második ember van, aki tud segíteni nekik, és azokat is hívják be a keretbe. Én bízom benne, hogy a Herman azért egy nagyon szorgalmas gyerek, és abban is bízom, hogy nagyon oda fognak rá figyelni, hogy ígérték az edzők, hogy oda fognak rá figyelni, és fogják támogatni. Hát bízom benne, hogy így lesz, és természetesen Herman a hozzáállása is kell ehhez. Herman egyébként, mint megtudtuk, jól érzi magát az új környezetben, és éppen egy jövő heti mátraházai edzőtáborra készül. Tetszik neki most ez a helyzet, bízunk benne, hogy nem veszi kedvét ezt, hogy most ő neki el kellett szakadni a családból. Én azt vettem észre, hogy igenis ő nagyon akar, és szeretne minden jobb eredményeket és jó birkozó lenni. A szakosztály egyébként nehéz fél éven van túl, hiszen a COVID-19 náluk is felülírt mindent, de szerencsére hosszú kihagyás után már volt lehetőségük éles versenyen is bizonyítani. További részleteket és eredményeket október 22-i Sípszó után című sportmagazinunkban hallhatnak.